Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Az mostani projektünk egy jó kis pecut fogunk csinálni a fűnyírónak. Magyarul egy kerti tároló lesz, illetve minden hülyeségnek itt van egy kis fanya, körülbelül 20 ezer, egy kis csavar 3300-ért, és ebből megpróbáljuk összerakni a kis kerti tárolónkat, mindjárt mutatom is. Jó, megérkeztem, van itt ilyen kis hullámlemezem, de hát ez egy ilyen kis papírvacak, kb. Ilyen 0,2-es, 0,3-as lehet, majd lehet tolómérővel lemérem közben. Ide fog felépülni 4 méter x 2-es, és le fogjuk bontani ezt a nagy vacak putrit, és ide egy normálisabb kis tárolót építek, szükség lesz még egy ütvecsavarozóra, Torx 40-es feljel, ugyebár azt kell ezekhez az ács szerkezeti csavarokhoz, és 160 Nm-es ütőerő, mivel hogyha ezt egy simával megpróbáljátok, egy sima csavarhúzó, fúró csavarozóval, hiába 60 Nm, kicsit sírni fog és füstölni, úgyhogy azzal nem javaslom, akkor inkább egy ilyen 6x140-est, de ilyen 8x140-es nem hiszem, hogy el fog bírni, vagy egy darabig biztos, de kis füst fog keletkezni a gépeteken. Úgyhogy válasszátok úgy meg, hát ez el fogja bírni. Még egy aksi is kéne vele, majd mindjárt hozok. Úgyhogy tartsatok velem, nagyon durván építkezni fogok. Na, közben visszatértem ide. Gyalulni nyilván nem fogom meg, mert ezek mind nem látszó elemek, és felesleges lenne időt pazarolni rá, illetve különböző gyalupengéket elkoptatni. Ebből semmi nem fog látszani, hát nyilván belülről nem lesz szigetelve a hatalmas nagy épület. Úgyhogy ott teljesen mindegy. A munka megkezdése előtt szerezzünk be egy 5-ös vágás biztonságú kesztyűt, mert hogyha ezt a szőrös fát fogdossuk, biztos, hogy belénk fog állni valami szálka. Munkavédelem! Illetve mindjárt jövök fűrészelni, szükség lesz még egy nagyon jó fajta fülvédőre. Hát pormaszk elhanyagolható most, mert pici vágásokat végzünk, addig visszatartjuk a lélegzetünket, amíg vágunk, utána meg kimenekülünk a zárt helyről. Úgyhogy kezdjük is most már tényleg. Így, itt pedig használunk egy ilyen gyönyörű derékszöget. 175-re mértem, amiből 185 lesz. Jó, semmi vezetéket nem vágtam el. És azért, mivel már látjátok az építkezésnél, hogy ezeknek a vastagságát majd ki kell, 2 métert akarok maxra, de majd mindjárt meglátjátok, hogy összehozom, végül is 185, meg rájön 5 centi lent, 5 centi fenn, meg majd még 5 centi, és úgy tökéletesen ki fogja adni nekünk a 2 métert, még egy kicsit magasabb is lesz, mivel rá fogom rakni még majd a 4 sarkát, meg a középső részeket egy 5 centis kis téglára, hogy ugye megemeljem, és ne a földön tartózkodjon ez a kis könnyű szerkezetes pecú. Levágtam méretre egy pár fát, itt vannak a csavarok, kisebbek, nagyobbak, és intézzük is össze a keretet. Az a jó ezekben a csavarokban, nem kell előfúrni, mert van benne egy kis fúró is. Így, szegelni is lehetne, de ez legalább oldható kötés, hogy ebben nagyon bízok. Na, egyenlőre itt járok, beraktam a merevítőket, 58 centire jött ki, ahogy elosztottam, de úgy látom, hát nagyon akartam spórolni, de középre csak be kell, hogy rakjak valami, akár egy ilyen 5x3-ast, 5x3 centis, még így középre csak végig viszek, mert csak hosszú ez a 4 méter, lehet kicsit kevés fát vettem, de meg fogjuk oldani, hogy stabil legyen. Na, elkészültem totál a hátsó résszel, itt is felosztottam 128-as közökre, úgy jött ki háromfele, és most már így megtartja jól, és egy király kis stabilitása lesz. Nyilván majd ott a tartó, hívjuk már gerendának, na, kis 5x3-ast, alá is fog kerülni majd tégla, és akkor meg lesz mindenütt az alátámasztás. Nyilván ne felejtsük el még mindig, ez egy kerti tároló, nem lakóépület, úgyhogy nem kell olyan bivajra, de azért a mostani szelek ilyen 60-nal fújnak, úgyhogy szerettem volna, hogyha egy kicsit stabil lesz.
természetesen hibátlanul haladok, csak egy dolgot felejtettem el, venni lemez csavart, úgyhogy még ennyi van, hát ez hátul lesz, ezeket felrakom, ilyen gumis vackok, úgyhogy még természetesen el kell mennem csavarért, de azért halad itt a hátsó fal, hát úgy lenne az igaz, hogy felállítani a keretet és körbe dobni ezzel a valamivel, de sajnos nem tudom megtenni, mert ott ugye falnál leszek. Amúgy ez az anyag, ezt mutatom nektek, mindegy lenne, ha alufóliával tekerném körbe, annyira nincs benne semmi vastagság. De hát na, olcsó volt, ez a lényeg. Most már elkészültem így az egyik oldalfallal, meg a hátfallal. Most jön az eleje, itt lesz majd a belépő, a kis ajtó. Ahhoz mérek mindent, mert megmaradt egy ajtóm, 85,2 centi végül is a totál szélessége. Ezért mértem ki 86 centit. Ezt össze nyomatom, meg ugyanígy rakok ide merevítőket, sarokba is, és akkor hozzáfúrom, jó kis hóesésbe. Így március 23-a körül van, nem is tudom. És haladunk tovább. Na, csavarozom is befelé ezeket a kis karokat. Úgy. Hopsz, nem baj, tartja az. Na, kész is. Hogy nézem. Azért alakulunk, van egy kis esése. Ajtórész megvan. Hát itt anyag spórolás lesz majd. Ide nyilván, ott ugye csináltam egy egész keretet, hogy be tudjam rakni, mert ott nehéz lett volna szerelni a kerítés miatt. Mikor meg már egyben van az egész után, ugye nem tudom mozgatni, mert lehet, hogy lesz egy kis súlya. Úgyhogy itt majd a végén csak ennek fogom csavarozni majd itt a oldalfalakat. De egyenlőre jó van ez. Lehet ezt is most már lemezezni befele. Na, eddig jutottam a mai nap. De hú, amúgy nagyon idegre menő ez az egész. Megmutatom már nektek közelebbről, tehát itt be lett fejezve. Nyilván majd ott le lesz flexelve, illetve még ide is be kell vágni. Következő munka folyamat, hát így néz ki bentről. Annyira azért, annyira nem rossz. Hát igen, ezt itt lentebb kellett hoznom itt a lemez miatt, mert arra már nem számoltam, hogyha hiába ott követem. Úgy ott a csatlakozás a 2 méternél nem lesz jó, de hát kifúrtam, mindegy, bevágtam itt. Összefogtam jó kis ács szerkezetivel, és az úgy áll, mint Katiba, úgyhogy jönnek felfele a szarufának nem mondható 5x5-ös stafnik, akkor hívjuk staflinak, vagy akárminek, és utána pedig jönnek majd a ellenlécek, vagy párnafák, és utána jön majd fel a tető. Utoljára építem majd be ide az ajtót, és jövő héten szerintem már, ha minden jól megy, ez a gyönyörű bódé eladóvá válik, egy potom 200 ezerért. Potom 200 ezer. Lehet rá licitálni, nagyon minőségi anyagokból van az oldala pláne. Körülbelül 2-3 éve van így, úgyhogy tényleg megbízható abszolút és időtálló. És jár vele az az asztalterítő is. Igen. Na, szóval ez így egy kicsit kultúráltabban fog kinézni. Fogynak innen is a cuccok. Végül úgy döntöttem, hogy nem vettem ilyen kis hatlapfejű csavarokat ezt oda rögzíteni, hanem ilyen kis 3,5x30-asokkal oda küldtem, azt annyi. Ezt olyan megfontolásból, hogy hát most vagy fog rozsdálni, vagy nem, de ahol vannak itt lyukak, az se rozsdált, meg ha rozsdál, itt érdekel, annyira nem gáz az amúgy, hogy ez csak egy kinti tároló, ezt még mindig ne felejtsük el. Tiszta jégjuk, hát ez már használt lemez, ugye? Szerintem ez itt teljesen jó. Akkor is jól fog kinézni, majd még lehet egy kis felmosóval majd lemosom a oldalfalakat, hogy majd szépek legyenek. Az azt szerintem biztos. És majd utána az ajtót is beépítjük. Na, mindjárt jó. Na, egy új napra virattunk.
És kihoztam itt a cuccokat, az egész szettet, úgyhogy felrakjuk a tetőszerkezetet, hogy ezeket fogjuk most felrakni, és remélhetőleg, hogy még a mai napon fedél alá tudom keríteni, még ha az ajtó nem is lesz felrakva, de már csak legyen már az is. A szerencsére kész vagyok, azért én is hibázok, látjátok, ott kicsit kisebb lett a fentebb kell engednem magyarul azt a vacak lemez, még egy pár lyukat fúrok rá, de hát ez benne van mégis. Sajnos mindet fel kell, hogy azért nézzen ki valahogy, hogy ezt itt tartsam, ezt a vízszintet, de hát kapkodtam. Na, és az a lényeg, hogy ez már végre be van párnafázva, úgyhogy lassan mehet rá a tető. És az a jó ezekben még ezekben az építkezésekben, hogyha befejezzük, egy hét múlva nem is emlékszünk rá, hogy mit csináltunk, miért csináltuk. Úgyhogy csak ilyen korosz, de utána meg jó lesz majd belepakolni a kis rotakapát, meg a fűnyírót, meg ilyen marhaságot, a mérgeket, permetet, különböző műtrágyákat, metszőollót, lapátot, mindent. Ide felagazgatom a lapátokat, lombseprűt, ásót. Jó lesz ez, de még nagyon sok meló van. Még ebből az ajtóból is kéne valami jót csinálni. Hát ez amúgy nem fogom túlzásba vinni, egy olyan lemez rá pakolok, aztán annyi vége az ajtónak, meg két ilyen zsanért rárakok, aztán annyi, meg valami kis lövőt, tehát nem lesz itt túlzásba vive, de azért törekszek, hogy valahogy nézzem már ki ez a kis pecu, mert csak itt lakunk. Na, leflexeltem a viharba, úgyhogy iszonyatosan egyenes lett. Van benne 1-2 centi, de amúgy tényleg nagyon jó, hogy folytatjuk tovább. Hát, van egy pár tetőm, de még vennem kell, mert ezt a lemezt nem rakhatom fel, mert esik egy komolyabb eső, valami dühösebb, és át is fogja szakítani, tehát ez semmire nem való, hogy valami erősebb tetőt hozok rá. Aránylag el is készültem a szerkezettel, felraktam az ajtót is. Hát igen, még itt ez a kis pici befejezni való van. Raktam fel ide egy zárat, meg már bepakoltunk. Hát most egyelőre egy ilyen kis pici kis mechanikus vackot láttam, ugye ez a párja. Ez megy majd bele. És már pakolunk át fel a fásból, hogy azért nézzen ki valahogy. Majd egy kis OSB darabon még azt felfúrtam. És most már egy egész kultúrát lesz, és el fog férni nagyon pici helyen. Esetleg még szerintem oda fel fogok fúrni valami kis polcot, és akkor még több hely lesz, de ez a 4x2-es, ez bőven elég lesz itt elférnünk, és jövő héten szerintem ez már lebontásra fog kerülni, vagy legalábbis csak a fele, hogy ilyen fákat át tudjuk ültetni, meg hasonló dolgok. Lényeg, ami lényeg, pakoláztam itt a szerszámok közt, meg a csavarok közt, és mit találtam? Legalább 8000 darab ilyen jó kis lemezcsavart, ugye alátéteset, amit most vettem, meg ezek helyett ilyen vacak forgáslapcsavarokat használtam, hogy spóroljak, és itt vannak, hála jó Istennek, most már bevésődött az agyamba, hogy van ilyenem is. Nagyon örülök, mondom, megmutatom már. Már elkezdtem itt befűrészelni ezeket a kis háromszögeket, fűrészelni, flexelni, de annyira utálom, hogy már rosszul vagyok tőle teljesen. Úgyhogy rakosgatom is felfelé, azt utána kész. Azért jó kis motiváló videót csináltam. Remélem mindenkit motiválok a király kis munkákra. Na végre most mondhatom azt, hogy be van fejezve a kis pecu. Felraktam ott is. Úgyhogy így messziről is egész vállalható lett a szerkezet. Hát a küszöbre egyelőre nem rakok semmit, most mit rakjak, nem fogom be vasazni, ilyen vackokkal belemezezni. Úgyhogy így marad, így is nagyon boldog a család, hogy most már kultúrált körülmények közt tudjuk tárolni a kis kerti vackainkat. Nyilván majd még ezt itt jön egy kis mosás, szerintem ezt majd egy kis, valami kis kefével ezt átmossuk, majd most már is fel van szerelve a szivattyú. Úgyhogy ezekkel a képsorokkal szeretném megköszönni, hogy végig bírtátok nézni a kínlódásomat, de durva volt, pláne ezek a flexeléseket úgy utálom, de
sikerült, egyszer kellett megcsinálni, és most már itt lesz örökre, úgyhogy aki esetleg kedvet kapott, jó munkát kívánok mindenkinek, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!